Kádár Zsófi vagyok, Gyuri bácsi unokája. Nagyapámat a légúti betegségekről kérdezem. Kezdődik a nátha szezon, ilyenkor mit szoktál inni? Menta teákat iszom nátás időszakban mindenképpen, meg olyan teákat, amelyik erősítik az immunrendszeremet, de van egy mentánk, amit mi fedeztünk fel, úgymond, és a Semmelweis Egyetemen vizsgálták be, nagyon jó torokfertőtlenítő, és a kakukkfű teát mindenképpen, mert a kakukkfű az nagyon jó erősíti az immunrendszerünket. Megelőzhető a nátha és az influenza gyógynövényekkel? Megelőzhető, igen, ha a szervezetünk olyan állapotban van, hogy a saját védekező képessége tökéletes. És hogyha megfáztunk, akkor mit ígyunk? Ha megfáztunk, akkor úgynevezett nátha teákat kell innunk, kettő is van belőle. Egyiket úgy hívják, hogy bozzavirág, a másikat úgy hívják, hogy hársfavirág. Mind a kettő köhögés csillapít, lázcsillapít és izzaszt. Milyen gyógyteákat ígyunk, ha mégis megfázunk? Hát ez a két tea, de ezen kívül vannak még más teák is, amelyik a légutat, a torkot fertőtlenítik, tisztán tartják. Van egy érdekességként egy olyan tea is, amit úgy hívnak, hogy tüdőfű. Ez például a krónikus hörgőgyulladásra is jó? A tüdőfű a krónikus hörgőgyulladásra is jó, de mellette kell még olyan, amelyik a slejmot felszabadítja, tehát a letapadt hörgőket felszabadítja. Ezeket pedig általában az ökörfarkóró virágok. Egyik is, meg a másik is, mert kettő van belőle. Használhatóak-e másra a gyógynövények, mint gyógytea készítésre? Minden esetben, hát ugye régen inhalálással is használtuk a gyógynövényeket, tinktúrát csináltunk belőle, külső kezelésre, ülőfürdőt csináltunk belőle, sőt teljes fürdőt csináltunk belőle, és azon kívül pakolásként is lehet használni őket. Milyen gyógyteákkal kezelhetjük az arcüregre és a homloküregre kiterjedt gyulladást? Arra mindenképpen diólevél kell, diólevélnek a teája, ott inni is kell, gargarizálni is kell vele, és pakolni is kell kívülről. Össze lehet ezeket a gyógynövényeket keverni? A hasonló hatásúakat össze lehet keverni. Megfázáskor kisgyerekek milyen teákat ihatnak? Hát ők inkább fürödjenek, tehát a kakukkfürdőt ajánlom nekik. Kisgyereknek, aki kiskádban fürdik neki, két evőkanálnyit gézbe köt az anyuka, beteszi a kádba, a legforróbb vizet ráengedi, amikor a víz kihűlt, hogy a gyerek fürdethető, akkor megfürdeti a gyereket benne, és amikor kivette a gyereket a kádból, akkor nem kell megtörülni, hanem csak beburkolni egy lepedővel vagy egy törülközővel, mert a benne lévő timol gyakorlatilag a fertőtleníti baktériumölő tulajdonsága van. Hogyan kell elkészíteni a teákat? Ugyanúgy kell elkészíteni, mint a többi teát, tehát úgy kell inni, hogy egy csapott evőkanálnyi tea, 2,5 dl forrásból levett víz, le kell önteni, rá kell önteni, és utána fedővel be kell takarni. Amikor leszűrik, arra kell vigyázni, hogy ne legyen fém a szűrőnél, mert a tea, gyógytea már fémhez nem érhet. Kell-e szünetet tartani a fogyasztásban? Addig kell használni, amíg szükséges. Lehet egy gyógyszer mellett inni a teákat? Lehet mellette inni, egymásra hatását kiegészítik, de a gyógyszert aztán később ajánlatos letenni. Van-e ellenjavallat? Egy növény van, amelyiknek ellenjavallata van. Hát elsősorban kisgyerekeknek ugye nem szabad adni a hársfavirágot. A másik pedig az, hogy szívbetegek nem ihatják a hársfavirág teát, és hosszú időn keresztül pedig senki nem ihatja, mert öli a vörös vértesteket, de a náthánál nem is kell, ahhoz nyugodtan lehet használni, 10-15 napig nem jelent problémát. Köszönöm.